Még egyszer Isten hozott mindenkit, hogy itt vagytok. Készen álltok arra, hogy így tanulmányozzuk az Úr igéjét, folytassuk? Akkor akinél van Biblia, Lukács evangéliumnál nyissátok ki, 13. résznél. Mai tanításnak azt a címet adtam, hogy gyökérkezelés. Ki az, akinek, mikor kimondom ezt a szót, hogy gyökérkezelés, így megdobban a szíve, hogy ez valami olyan jó dolog és pozitív. Sógornőmnek lehet, hogy megdobbanna. Ő fogászati asszisztens, ő szereti ezt a szakmát. Van-e itt esetleg olyan, aki még életében nem volt fogászaton? Bárki. Jó, tehát mindenki volt fogászaton. Gyere. Van-e, ki az, aki, akkor ez is egy, figyeljetek, most ilyen csupa ilyen abszurd kérdést teszek fel. Ki az, aki kifejezetten szeret fogászatra járni? Jó, még mi? Te szeretsz? Élete értelme. Jó, van egy ember, akinek az élete értelme. Akkor ki az, aki már, figyeljetek, ez már egy reálisabb kérdés, ki az, aki már halogatta valaha a látogatást a fogászatra? Oké, jó. Akkor most ezek között, hagyd lássam még egyszer kezeket a magasba? Jó. Oké. Jó. Mi a rekord? Nézzük meg itt a teremben. Ki az, aki halogatta legfeljebb egy hétig, hogy elmenjen? 1, 2, 3, 4, jó, 5, 6, oké. Ki az, aki halogatta már egy hónapig is akár? Oké, jó, látok még mindig kezeket. Figyeljetek, emeljük a tétet. Ki az, aki legalább egy negyed évig halogatta? Jó, oké, van ilyen is. A fél év? Bárki? Jó, jó szó, látlak, Benni, oké, ti egy család vagytok. Van valaki esetleg, aki egy évig halogatta? Sanyi a mai nyertesek. Van-e, aki másfél évig? Jó, nem. Tehát, igen? Menjünk följe. 5 év. Oké. Okay. Na, szóval az a lényeg, hogy nem szeretünk fogászatra járni. Téged ide fölültetlek, ő lesz a kis segédem. Mondjad, hogy szia gyülekezet. Hát, szuper. Pedig milyen jó is az, úgyhogy itt van a kis önként jelentkezőm. Ugye, az olyan jó dolog pedig, nem? Amikor bemész a fogászatra, és mi történik? Jó napot, foglaljon helyet, helyet foglal a páciens. Tudod, a fogorvosok ilyet hordnak. Tudtad? És akkor tudod, mit csinálnak? Azt mondják, hogy nyissa ki a száját, és akkor benéznek, és mondja, hogy ajjaj, most látom, hogy nagy a baj. Itt bizony gyökérkezelésre van szükség. Na, hát szóval, ezt nem szeretjük hallani egy fogászaton, ezt neked adom, jó? Ezzel visszamehetsz a gyerekszoliba, jó? Köszi a segítséget. Szóval egy fogászati jelenet, amikor benéz a szádba az orvos, és azt mondja, hogy itt bizony nagy a baj, akkor tudod, hogy tényleg baj van. Gyökérkezelésre van szükség. És ebben a részben, ami most itt előttünk áll a Lukács 13-ban, Jézus ugyanígy erről beszél, erről tanít, hogy nekünk is van egy nagyon mély problémánk embereknek, és van egy megoldás, van egy gyökérkezelés, ami tud rajtunk segíteni, de ugyanakkor mi inkább próbálkozunk ilyen sok-sok felületi kezeléssel, tudjátok? Öblögetek, veszek ilyen szájvizet, megpróbálom azt, hogy a másik oldalon rágok, mert akkor majd... Próbálkozunk ilyen felületi kezelésekkel lelkileg is. Úgyhogy nagyon sok történet van ebbe a fejezetbe, de szerintem egy téma köré csoportosulnak, úgyhogy ezeket meg fogjuk nézni. Úgyhogy ez lesz az összekötő gondolat, hogy gyökérkezelésre van szükségünk. Szeretnék imádkozni veletek együtt, mert szerintem ez egy olyan üzenet, ami előtt imádkoznunk kell. Drága Uram, kérlek, hogy nyisd meg előttünk az igédet. Kérlek, hogy szólj hozzánk, és kérlek, győzd meg minket, mint egy jó mennyei fogorvos, hogy a gyökérkezelés az a mi érdekünk. Tedd meg ezt ma velünk, hogy nyújj be mélyen az életünkbe, és tegyél rendbe dolgokat, amik nincsenek rendben. Adj nekünk készséget, hogy megnyissuk előtted a szívünket, hogy meg tudd ezt tenni. A te nevedben imádkoztam. Amen. Így kezdődik a 13. fejezet. Abban az időben néhányan hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozati állataik vérével elegyítette. Jézus megszólalt és ezt mondta nekik. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, azt mondom nektek, hogy ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akikre rádölt a torony Siloámnál és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik?
Nem. Sőt, azt mondom nektek, hogy ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek. És itt megállok. Itt ugye Jézushoz jönnek emberek, és fölemlegetik ezt, hogy ez volt valószínűleg a két olyan ilyen nagy baleset, ami akkoriban így foglalkoztatta a közvéleményt. Amikor Pilátus megöletett sok embert, és amikor egy torony rádölt sok emberre. És az emberek jöttek, és ez volt a háttér gondolatukban, hogy biztos ők bűnösök voltak, azért történt velük ez a katasztrófa. Látjátok, hogy itt van egy ilyen ember által okozott katasztrófa, Pilátus, és itt van egy ilyen kvázi baleset, vagy ilyen természeti katasztrófa, vagy egy torony ledől. Ezt az esetet konkrétan a történetírás nem jegyzi fel, viszont van egy hasonló történet, amiről van ilyen történelmi feljegyzés, és ami mutatja, hogy milyen ember volt ez a Pilátus, ilyen kedves bácsi volt. Például azt csinálta, hogy egyszer építetett egy akvaduktot, és a templomi pénzt használta fel erre, amire ugye a zsidók, mind a papok, mind az emberek nagyon mérgesek lettek, mert az szent pénz volt, az Istennek áldozott pénz volt, és ő meg azt elvette, és abból építette fel ezt az építményt. Úgyhogy amikor eljöttek az emberek tüntetni a római helytartóság elé, hogy visszaszerezzék a pénzt, akkor tudjátok, mit csinált Pilátus? Beküldött ilyen civil ruhába öltözött embereket a tömegbe, eloszlatta őket, és amikor jelt adott, azok elővették a kardjukat, és elkezdtek maguk körül mindenkit lemészárolni. Tehát, hogy ő egy ilyen kegyetlenségű ember volt. Talán keveset tudunk róla, de ő egy nagyon kegyetlen ember volt. Tehát mutatja azt, hogy ami itt történt, hogy itt valakik jöttek áldozni az Úr elé, és ő pedig lemészároltatta őket ott helyben, és az állataik vérével elegyítette az ő vérüket. Ez nagyon is reális, hogy ő ilyet tehetett. Itt viszont Jézus, látjátok, mit tesz? Az emberek jönnek ezzel a gondolattal, hogy velük azért történt ez, mert biztos bűnösök voltak. Biztos valami baj volt az életükben. És Jézus azt mondja, hogy nem. Nem voltak bűnösebbek másoknál. Azt mondja, hogy ez egy felületi kezelés, amikor a megtérés alól úgy próbálunk kibújni, hogy elkezdünk másokra mutogatni. Azt mondja, sőt, ha ti meg nem tértek, és ez a gyökérkezelés, a megtérés. Azt mondja, ha ti meg nem tértek, akkor hasonlóképpen elvesztek. Nem tudom, hogy észrevettétek, hogy ezt mi is megcsináljuk egymással. Amikor megtérésre lenne szükségünk, akkor ahelyett inkább azt választjuk, hogy keresünk valakit, aki szerencsétlen, és elkezdünk rámutogatni, és azt mondjuk, hogy azért történt veled baj, mert bűn van az életedben, mert megérdemled. És tudjátok, mi a baj ezzel az üzenettel? Hogy ez indirekten azt mondja, hogy én viszont azért vagyok rendben, velem azért nem történt ilyen baj, mert én meg rendben vagyok. Mert engem Isten rendben talál. Neked azért van nehézséged, mert téged nem. Ezzel indirekten azt mondjuk, közvetetten, hogy én pedig rendben vagyok, velem azért nincs baj. És tudjátok, mi a belső félelem ilyenkor? Hogy csak nehogy velem is valami baj történjen, és kiderüljön, hogy velem sincs minden rendben. Senki nincs rendben az Isten előtt. De Jézus azt mondja, hogy a gyökérkezelés az a megtérés. Ne másokra mutogass, mert ez egy felületi kezelés. Nézd, nem azt mondja, hogy az áldozatok, akik ezekben a katasztrófákban meghaltak, hogy ők nem voltak bűnösök, hanem azt mondja, hogy mi is ugyanilyen bűnösök vagyunk. Úgyhogy azt mondja Jézus, ez az üzenete, hogy nézz szembe azzal, hogy bűnös vagy és megtérésre van szükséged. És ez mindannyiunkra vonatkozik itt. Mert itt Jézus, nem tudom, észrevettétek, hogy kétszer mondja ugyanazt a mondatot. Hogy azt gondoljátok, hogy bűnösebbek voltak valakik? És azt mondja, hogy nem. Sőt, ha ti meg nem tértek, ugyanúgy elvesztek. Magyarban ugyanúgy hangzik a két mondat. De azt mondják, akik tudnak görögül, és értik a görög szöveget, hogy itt kétfajta igeidőt használ a két esetben. Az első alkalommal arról beszél, a harmadik versben, hogy egy egyszer és mindenkorra történő megtérés. Tehát amikor valaki egyszer az életében eldönti és megtér. De a másodiknál egy folyamatos megtérésről beszél. Ezért gondolom azt, hogy tudjátok, nincs itt kivétel ebben a teremben, akinek ne szólna ez az üzenet. Mert akkor is, ha már megtértünk egyszer, folyamatosan van dolog az életünkben, amiből meg kell térnünk, és csak a megtérés kezeli a probléma gyökerét. Ha elkezdünk másikra mutogatni, hogy ő neki még rosszabbul áll a szénája, az csak olyan, mint amikor szájvízzel próbáljuk a roblott fogunkat helyrehozni. De mielőtt tovább megyünk, szeretném egy kicsit megnézni a másik oldalt is. Ugye van ez az egyik oldal, hogy amikor te mutogatsz másra. De mi történik akkor, amikor valaki rád mutogat, és téged hibáztat. És rád néz, és azt mondja, hogy
vagy a szemedbe mondja így nyíltan, vagy csak a hátad mögött mondja, vagy csak gondolja, hogy igazából, ami téged ért, azt megérdemled. Amikor azt mondja, hogy megérdemled, hogy a gyerekeddel gondok vannak az iskolába, mert neked fontosabb a munka meg a pénz, mint hogy otthon legyél és minőségi időt töltesz. Baj van a gyerekeddel az iskolában? Tudod mit? Megérdemled. Vagy azt mondja, hogy megérdemled, hogy a párod megcsalt, mert nem adsz eleget magadra, vagy csak a gyerekekre koncentrálsz. Megérdemled, ha nincsenek igazán barátaid, mert tudod, igazából egy kibírhatatlan ember vagy. Vagy a szemedbe mondja, vagy a hátad mögött. Megérdemled, ha nem sikerült párt találnod, és egyedül vagy, mert ki akarna ilyen emberrel élni, igaz? Megérdemled, hogy a főnököd már mindenkinek adott fizetésemelést, csak neked nem. Mert pipogya vagy, egy béna, ki nem tud kiállni magáért. Megérdemled, megérdemled. Az emberek ezt csinálják egymással, hogy egymásra mutogatnak, és azt mondják, hogy megérdemled, amiben vagy. Úgyhogy gondoltam, hogy ilyen kis gyakorlati részt ide beszövök, hogy adok három tanácsot, amit én eddig tapasztaltam ugye az életben, hogy mit tehetünk ilyenkor, amikor mások ránk mutogatnak, és azt mondják, hogy megérdemled. Szóval mit tegyél? Három gyakorlati tanács. Azt hiszem ez az első és legfontosabb, hogy az önértékelésed soha nem másoknak a véleményéből merítsd. Soha. Mert lesznek, akik nagyon nagyra tartanak, lesznek, akik azt gondolják, hogy te vagy az utolsó ember a Földön. És közte meg eloszlik a tömeg. De hogyha a mások véleménye alapján akarod kialakítani, hogy te mennyit érsz, akkor bajba vagy. Mert a Biblia azt tanítja, hogy Isten szemében mi értékesek vagyunk. Emlékeztek, amikor pár hete beszéltünk a Lukácsban erről, hogy miért aggódtok? Ti a madaraknál, ti sok mindennél értékesebbek vagytok. Isten nekünk értéket tulajdonított. És hogyha őneki ez a véleménye rólunk, hogy értékesek vagyunk, és ha őneki az a véleménye, hogy lehet, hogy megérdemelnéd, de én a fiamat odaadom érted, hogy ne kelljen átmenned azon, amit megérdemelnél, akkor kit érdekel, hogy mit gondolnak a többiek? Ez az első tanács. Ne felejtsd el, hogy ne az mások véleményéből merítsd az önértékelésed. Aztán van egy ilyen, erre nem hoztam szemléltető eszközt, hogy alkalmazd ezt az eszközt, amit úgy hívnak, hogy kritikus szűrő. Ezt tudjátok, hogy működik? Amikor higgadtabb vagy, amikor már túl vagy azon, hogy valaki beszólt és a szemedbe vágott csúnya dolgokat, akkor tedd fel őszintén magadnak ezt a kérdést, hogy az az illető, aki mondott neked most valamit, az jót akar neked, vagy nem? Fontos vagy neki, vagy sem? Vagy csak könnyítette a frusztrációján? Mert valószínű, hogy rá fogsz jönni, hogy ezek a kritikák, amiket kapunk, nem csak rossz szándékból jönnek, hanem sokszor van az, hogy jót akarunk egymásnak, csak fájóan fogalmazzuk meg. És ez az igazság. És lehet, hogyha elgondolkozunk, akkor azt mondjuk, hogy ez jót akart nekem, csak éppen elég bénán fogalmazta meg, amit megfogalmazott. És a harmadik viszont, tehát az lett volna a második pontomnak a vége, hogyha valaki viszont nem jó szándékból mondja, csak le akar húzni, engedd el a füled mellett, kit érdekel? Azt el lehet engedni. És a harmadik viszont az, hogy aki viszont jó szándékból mondja neked, ott érdemes elgondolkozni. És tudjátok, ezt valaki megtanította nekem, hogy kell a kritikusokat kezelni. Azt mondták, hogy azt kell csinálni, hogy tedd fel neki a kérdést, hogy és akkor hogy csinálnád helyemben? Mert rögtön kiderül, hogy csak kritizál, vagy tényleg segíteni akar. És könnyen lehet, hogy valaki mond valamit, amire te soha se gondoltál. És mond valamit, amitől hasznosabb, vagy jobb irányba terelődik az életed. Szóval érdemes erre odafigyelni. Isten azért vett minket körül emberekkel, hogy így áldás legyünk egymás számára, úgyhogy ne zárd el magad azoktól, akik tényleg tudnak segíteni, mert ezt a segítséget, ezt viszont tényleg megérdemled. Oké? Na és innentől ez a megtérésnek a szükségessége, ez végigvonul az egész fejezeten, és a következő történet, amit mond Jézus, az azt mutatja be, hogy milyen Istennek a szíve a megtérő emberek felé, a bűnös emberek felé. Tehát valójában felénk. 6. vers. Azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta. De nem talált. Azt mondta a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki. Miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki, Uram, hagyd meg még ebben az évben, hogy körülásom,
és megtrágyázom, hát ha terem jövőre. Ha pedig nem, akkor vágd ki. Látjátok, ezt látjuk, ezt a példázatot teszi utána rögtön Jézus, miután arról beszél, hogy ha ti meg nem tértek, akkor elvesztek. Utána rögtön azt mondja, hogy figyeljetek, Istennek viszont ilyen a szíve, hogy ő nem azért akarja tőlünk a megtérést, mert az valami, nem tudom, valami különös ceremónia, ami őt lázba hozza, hanem igazából a megtérés az, ami minket visszatesz abba az életbe, hogy gyümölcsöt teremünk, amire teremtve lettünk. Hogy az életünk ne haszontalan legyen, mint egy fa, ami ott van, és nem terem gyümölcsöt. A fának nincs más célja, csak az, hogy gyümölcsöt teremjen. És ez, ha nem történik, akkor úgymond fölöslegesen van ott. És ezt látja, és nagyon fontos ezt szerintem, hogy gyümölcsfa képét használja. Nem azt mondja, hogy tudod, és ezt a példázatot mondta, egy embernek volt egy gyára, és oda ment egy alkalmazotthoz, és azt mondja, hogy 3 éve egy terméket nem tudsz legyártani. Nem erről beszél, hanem egy gyümölcsös kertről, mert a gyümölcsnek az a jellemzője, hogyha egy fát öntözöl, és megtrágyázod, és a talaj jó, és van fény, és van víz, akkor az magától termi a gyümölcsöt, nem egy erőlködés. Tehát ez a fa, ami nem terem gyümölcsöt, ott valami nagyon nagy baj van. Az a fa, az nem igazán él. Nem azt az életet éli, amit neki kéne. Haszontalan az élete. És ugyanígy az ember, amíg nem tér meg, Isten szemében úgymond, értitek, haszontalan. Nem azt a célt tölti be, amiért ő megteremtette. És ezért azt mondja, hogy nem termi a gyümölcsöt. És azért nagyon jó kép ez a gyökérkezelés, nekem tetszik, mert soha nem a fogorvosnak van rá szüksége, hogy téged gyökérkezeljen. Nem Istennek van szüksége arra, hogy mi megtérjünk, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy megtérjünk, és gyümölcsöt teremjen az életünk. És látjátok, az előző képben láttuk azt, hogy ha valaki azért nem tér meg, mert másokra mutogat, hogy ő bűnösebb, akkor rólam elterelődik a figyelem, ha van nálam rosszabb. De itt ebben a történetben pedig arról beszél, amikor valaki halogatja, azt mondja, 3 éve ide járok, és nem terem gyümölcsöt. Valaki halogatja a megtérést. De még akkor is az Istennek a szíve, hogy figyelj, még hagyjuk egy évig. És hát ha, még körbeveszem mindennel, körbeágyom, körbeásom, megtrágyázom. Ez milyen jó, nem? Ti vagytok a kis fák. És hát ha akkor terem. Ez az Isten szíve, hogy hát ha. Ő erre vágyna. Úgyhogy 2 dolgot látunk itt Jézus példázatában. Az egyik az, hogy Isten a második esélyek Istene. A másik viszont az, hogy minden ember életében egyszer eljön az utolsó ilyen lehetőség. És nem tudhatod, hogy melyik lesz az. Ugyanakkor nem arról van szó itt, amikor azt mondja, hogy ha akkor se terem gyümölcsöt, akkor vágd ki, hogy Isten valami kegyetlen ember, kegyetlen Isten. Azt mondja az 1 Timóteus 2.4, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És a következő történet még jobban meg fogja mutatni Isten szívét ezzel kapcsolatban. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy az életünkben, minden ember életében, aki nem fordul Istenhez, egyszer eljön az utolsó esély. De addig a mi szívünk, mint kis vincellérek, az, hogy még hagy dolgozzak rajta, még hagy imádkozzak érte, még hagy kapágassam, még hagy trágyázzam, hát ha jövőre terem. És azt nem tudjuk, hogy Istennek mikor jön el az utolsó esély egy ember életében. 10. vers. Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton. És íme volt ott egy asszony, akiben betegség lelke lakott 18 éve. És annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem volt képes felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt mondta neki. Asszony, megszabadultál a betegségedből. És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. A zsinagógai elöljáró azonban megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz. 6 nap van, amelyen munkálkodni kell. Azokon jöjjetek gyógyíttatni magatokat, és ne szombaton. Az Úr így válaszolt neki. Képmutatók, vajon szombaton nem oldja el mindegyikőtök a maga ökrét, vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? Hát Ábrahámnak ezt a leányát, aki 18 éve megkötözött a sátán, nem kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? Amikor ezt mondta, ellenfelei mindnyájan megszégyenültek,
de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez. Látjátok, olyanok ezek a történetek ebben a fejezetben nekem most, mint ilyen pillanatképek erről a témáról. És itt látunk ezen az újabb pillanatképen egy asszonyt, aki 18 éve van egy betegségben. Vagytok itt, akik még nem is vagytok annyi idősek. 18 évig volt egy olyan betegségben, ami meggörnyeztette őt. Tehát görnyet volt a háta. Gondoljatok bele, hogy ez mit jelentett. 18 éve nem tudott fölegyenesedni, azt mondja. Nem tudott felnézni. Lehet, hogy nem látta a napot. Nem látta a csillagokat. Nem látta az embereket. 18 éven át a földet bámulta. Mert meg volt görnyedve, és nem tudott felegyenesedni. És egészen addig így maradt, és ez nekem döbbenetes, ott van a zsinagógában, ez az egész jelent egy zsinagógában játszódik. Nem egy olyan emberről beszélünk, aki így kidobja Istent, és nem foglalkozik lelki dolgokkal. Ott van a zsinagógában, és mégis 18 éve a földet bámulja. Meg van görnyedve, és nem bír felegyenesedni. És ez egészen addig így maradt, amíg nem találkozott Jézussal. És azt hiszem, hogy itt látunk egy következő dolgot a megtéréssel kapcsolatban. Hogy van, amikor a halogatás tart minket távol. Hely, ráérünk arra még. Van, amikor egyszerűen azt tart minket vissza, hogy másokra mutogatunk. Őneki nagyobb a csomagja. Több a bűne. De lehet, hogy a vallás tart minket távol. Időnként ezen gondolkozok. Lehet évtizedekig úgy gyülekezetbe járni, és hívőnek látszani, tudni a helyes szavakat, tudni a helyes mondatokat, hogy közben nem volt egy személyes találkozás Jézussal. És addig a vallás egyáltalán nem segít. Ezen az asszonyon nem segített, hogy ott volt a zsinagógában. Mert ugyanúgy meg volt görnyedve. És hányan élnek, én nekem ez fáj, hogy vajon hányan élnek lelkileg görnyedten. Hogy úgymond nem tudják felemelni a tekintetükre, mert akkor látnák, hogy Krisztus ott van a Golgota keresztjén. Kifeszítve a keze, és azt mondja, hogy elvégeztetett. Nem látják azt, hogy a megváltás munkája az elvégeztetett, és az be van végezve. És megnyugodhatsz, mert Isten elrendezett mindent. Az ő szeretete olyan hatalmas volt, hogy megmentett. Hányan élnek lelkileg görnyedten, és nem tudnak felnézni, csak bámulják a földet, ami a munkának a helye, ami a pornak, a fáradtságnak, ami annak a jelképe, hogy dolgoznod kell a föld. Igaz? A kert óta tudjuk, hogy ez van. Ez a földnek a jelképe. És hányan vannak, akik úgy élnek, hogy olyan nehézségben vannak, hogy annyit gondolnak, hogy csak bírjam ki valahogy ezt az életet. És így meg van görnyedve, és csak a földet látja. És Jézusnak pedig annyira más a szíve. János 10:10. A jó pásztorról beszél, azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Ez Isten terve az életünkben. És ezt nem kell félre magyarázni. Istennek nem feltétlenül az a terve, hogy te szuper gazdag legyél, és szuper egészséges, és szuper hívő, az meg végképp nem. De Istennek az a terve, hogy az életed egy bőséges élet legyen. És érdekes itt, nézzétek, hogy a zsinagóga vezetője hogy reagál. Nem lett volna baja ezzel a gyógyítással, ha nem szombaton van. Ha nem szombaton történik, nem a pihenés napján. Örült volna, ha munkanapon történik ez a gyógyítás, és nem a pihenő napon. A szent napon. De Jézus direkt szombaton, a pihenés napján gyógyított. És tudjátok, hogy ez mit jelent? A gyógyulás az soha nem a mi munkánkból, a vallásos jó cselekedeteinkből származik, hanem abból, hogyha megpihenünk. Abban a kegyelemben, abban a tudatban, hogy Jézus végleg befejezte a megváltás munkáját, értünk. Nem tudom, hogy értitek-e ennek a lényegét, hogy a zsinagóga vezetője azt mondta, hogy ha munkanapon történt volna a gyógyítás, akkor ez a gyógyulás egy munka lett volna, és semmi gond. De gyógyulás a pihenésből. Pedig mennyire erről szól az evangélium, hogy Isten elvégzett érted mindent. A keresztre vitte a bűneidet. És ha te ezt elfogadod, megpihenhetsz. Bemehetsz abba a nyugalomba, abba a szombatba, amit Isten az elejétől fogva tervezett. Azért csinálta a szombatot így a naptárban,
hogy legyen valami, ami minket erre emlékeztet. Hogy ő megnyugodott már a cselekedeteitől, mert elvégeztetett. És hogy mi bemehetünk a nyugalomba hit által. És már nem kell dolgoznunk az üdvösségünkön. És látjátok itt, mit csinál a tömeg? Így örül a csoda láttán. De Jézus a következő történetben viszont figyelmeztet, hogy ez még nem a megtérés. Amikor valaki lát egy nagy csodát, mi történik, és lelkesedik, rajong érte. Nézzétek, azután így szólt Jézus, 18. vers. Mihez hasonló az Isten országa, és mihez hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében. Az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak az ágai között. Majd ismét szólt, mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonló a kovászhoz, amelyet fogott egy asszony, és belekevert 3 mérce lisztbe, míg végül az egész megkelt. Amikor először olvastam ezeket a példázatokat, nem tudom, ti hogy vagytok vele, akkor ezen lelkesedtem ezen, hogy de jó, ilyen az Isten ország, hogy egy icipici mag, és hú, mekkora fa lesz belőle, még a madarak is ráülnek, és hogy fú, de jó, hogy egy kicsit tészta, és beleteszel egy élesztőt, és hú, ilyen nagy lesz, ilyen csoda. És így lelkesedtem, hogy de szép ez a példázat. Aztán egyszer hallottam erről egy tanítást, ami kicsit perspektívába rakta a dolgokat. A Bibliában a kovász az végig a bűnnek a jelképe. Emlékeztek, amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, hogy ki kellett takarítani minden kovászt a házból. Mert a kovász az a bűnnek a jelképe. Tehát itt azt mondja Jézus, hogy ilyen az Isten országa, hogy ha belekerül a bűn, akkor sokkal nagyobbnak látszik, mint amekkora valójában. Pár hete beszéltem erről. Ez nem egy pozitív példázat. Vagy ott vannak a madarak. Jézus példázataiban a madarak mindig sátán munkásai. Azt mondja, hogy az Isten országa, ez a mustármag, ami egyébként természetes esetben nem nő egy bokornál nagyobbra. Ez az Isten országa látszólag olyan nagyra nő, hogy megülnek még a madarak is az ágain különböző helyeken. Tehát Jézus szerintem arról beszél, itt a tömeg csodálkozása láttanak, így lelkesedik a tömeg. Figyelj, attól, hogy csodálkozol, lehet, hogy úgy tűnik, hogy sokan vagyunk, de igazán a személyes megtérés a fontos. A személyes megtérés. Túl kell lépnünk azon, hogy lelkesedünk. Meg kell, hogy ismert személyesen Jézus. És nézzétek, erről beszél itt. Erre tereli a szót. 22. vers. Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított, valaki ezt kérdezte tőle, Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Látjátok, ma is ez a tendencia. Másokkal mi lesz? Ők üdvözülnek? Kevesen vannak, akik üdvözülnek? De Jézus visszatereli. Azt mondja, ő így felelt nekik, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. Amikor már felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok, Uram, nyiss ajtót nekünk. De ő így válaszol nektek, nem tudom, honnan valók vagytok. Akkor kezditek majd mondani. Előtted ittunk és ettünk, és az utcáinkon tanítottál. Ő pedig ezt mondja nektek, nem tudom, hogy honnan valók vagytok. Távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és a prófétákat mind az Isten országában, és hogy ti magatok ki vagytok rekesztve onnan. Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. És íme vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek. Nem tudom, észrevettétek az elmúlt néhány fejezetben, hogy Jézus itt már eléggé ilyen nagyon mély húrokat penget. Itt ő már nagyon komoly és mély dolgokról beszél. A tanítványainak és a tömegnek. Itt nem kíméli őket. Ez sem egy olyan ilyen motivációs beszéd. Ugye? De nagyon fontos, hogy megértsük. És látjátok, kapja ezt a kérdést, ami megint mások üdvözülésére vonatkozik. Ez megint egy felületi kezelés, amikor ki akarunk bújni a megtérés alól. Másokkal mi lesz? De ő vele mi lesz? És itt azt mondja, hogy ti igyekezzetek bemenni. Azt mondja, hogy fordítsuk vissza személyesre. Te üdvözülsz-e? 24. vers azt mondja, hogy igyekezzetek bemenni.
Nem elég, figyeljetek, ez nagyon fontos. Az nagyon kevés. Jó, de kevés, ha valaki vágyik rá, hogy de jó lenne üdvözülni, de jó lenne Isten gyermekének lenni, de jó lenne megváltva lenni, és megkegyelmezett embernek lenni, de jó lenne hívőnek lenni. Ez kevés. Azt mondja, hogy akkor igyekezzél. Eléggé kell akarnod, kutatnod, addig keresned, kérdezned, amíg meg nem érted, fel nem fogod, el nem fogadod, meg nem ragadod. Igyekezzetek bemenni. Nem olyan igyekvés ez, hogy dolgozol, de olyan, hogy nem valami, amit könnyelműen veszel, hanem amire a tekintetedet ráirányítod, és fókuszáltan akarsz bemenni az Isten országába. És látjátok, itt arról beszél Jézus, hogy szoros az a kapu. Az az útja, ahogy be lehet menni az Isten országába, az szoros. És sokan úgy értelmezik ezt, hogy ez azt jelenti, hogy nagyon szigorúan kell élnünk. Nagyon sok szabályt be kell tartanunk. Föl kell írni, hogy mit tanít a Biblia miről, és azt nagyon szigorúan magunkra nézve be kell tartani. Mert ez a szoros kapu. Hogyha nem hordasz ékszereket, hogyha nem öltözöl így vagy úgy, ha nem élsz nagylábon, ha nem csinálsz ezt meg azt meg amazt, hanem nagyon szorosan magadat összeszorítva élsz. De Jézus nem erről beszél, nem a cselekedetekről beszél. Nézzétek, mi a szoros kapu? Nem a cselekedet. A cselekedetek az csak egy másik kapu. Lehet, hogy szoros, de nem ugyanoda vezet. Mint az a szoros kapu, amiről Jézus beszél. Jézus, tudod, mit mondott a kapuról? János 10.9. Azt mondta, hogy én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. Bejár és kijár és legelőre talál. Egy pár verssel korábban, ez a János 10-ben volt megint csak, ha valaki így föl akar érni. Pár verssel korábban azt mondja, hogy én vagyok a juhok ajtaja. Csak Jézuson keresztül mehetünk az Atyához. Nincs más út. Akárhogy megfeszíthetjük magunkat, élhetünk akármilyen szigorúságban, aszkézisben. Az egyetlen út, ha hiszünk Jézus Krisztus értünk elvégzett munkájában, hogy ő meghalt és feltámadt értünk a harmadik napon, és elvette minden bűnünket, és új életre támasztott fel minket. Nincs más út, csak Jézus Krisztus. És ugyanez a példázat ott van Máté 7-ben. Furcsa, hogy ott az emberek, tudjátok mivel dicsekszenek? A jó cselekedeteikkel. Kicsit máshogy van a történet. Azt mondja, hogy amikor kint rekednek az emberek erről a helyről, mert az ajtó bezáratik, akkor jönnek az emberek, és azt mondják, hogy nem a te nevedben tanítottunk? Nem a te nevedben tettünk jó dolgokat? Figyeljétek meg, a tetteikre terelik a szót. A jó cselekedeteikre. A vallásos jó cselekedeteikre. És Jézus fölfedi nekik a válaszban az okát, hogy mégis miért nem mehetnek be. És azt mondja, hogy figyeljetek, sohasem ismertelek titeket. Jól éltetek, lehet. Lehet, hogy tettetek, sok mindent értem. De az a baj, hogy végig nem volt kapcsolatunk. Végig nem ismertelek meg. Ennek a gyülekezetnek a kulcsverse, János 17.3, legalábbis ez van az én szívemben nagyon, ez a kis közösségünkkel kapcsolatban, ami ezt mondja, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Az egész lényege annak, hogy mi ide járunk vasárnaponként. Az egész lényege annak, hogy összejövünk házi csoportba, ima alkalomra, bármire. Egész lényeg annyi, hogy megismerjük Jézust egyre jobban. Ha ez nem történik, akkor teljesen fölösleges, amit csinálunk, mert ez az örök élet. Ezért rakjuk fel a videókat a netre, hogy minél többen megismerjék Jézust. Ha ez nem történik, akkor teljesen fölöslegen sem vágja az Anna a videókat. És kameráz a Jocó, és hangosít az Illés, és bármi, akkor hiába viszik ki a gyerekeket, a gyerekszolgálatosok. Ha a gyerekek nem ismerik meg Jézus Krisztust, értitek? Lehet, hogy radikálisnak tűnik, de az egyetlen ok, ami kirekeszt Isten országában, nem ismerjük őt. És lehet, hogy most úgy ülsz itt, hogy fú, most akkor én ismerem Jézus Krisztust, vagy ő most akkor ismer engem, vagy lehet, hogy ott van az esély, hogy nekem is ezt fogja mondani? Hiába próbálom élni a hívő életemet, lehet, hogy egy nap azt fogom hallani, hogy nem ismerlek. Hogyan lehettek 100%-osan biztosak benne, hogy nem ez a helyzet? Nézzétek, ezt mondja 1 Korintus 8, 2. és 3. vers.
Ha valaki azt gondolja, hogy ismer valamit, az még semmit sem ismert meg úgy, ahogyan ismerni kell. Ha valaki azt gondolja, hogy igen, én ismerem, akkor valószínűleg veled is van egy kis baj. Mert mindannyian érezzük, hogy még nem ismerjük eléggé az Urat. Szerintem ez mindenki föltené a kezét, ha megkérdezném, hogy eléggé ismerjük? Nem. Úton vagyunk, próbáljuk őt megismerni. De így folytatja ugyanez a vers, hogy de ha valaki szereti az Istent, azt már ismeri az Isten. Ha te úgy ülsz ma itt, hogy szereted Istent, és akarod őt megismerni, akkor ne aggódj. Ez a figyelmeztetés ez azoknak szól, akik a cselekedeteik alapján akarnak üdvözülni, és akik nem akarják, nem azt teszik főhelyre, hogy megismerni Istent. Azoknak egy figyelmeztetés. Volt egy ilyen illusztráció, amikor volt a menekült hullám, és jöttek a déli országokból mindenhonnan a menekültek, tudjátok, tornyosultak fel a határon, már ott volt a kerítés. Volt egy olyan pont, amikor Németországban elhangzott egy ilyen ígéret, hogy minden szír menekültet befogadnak. Abban a pillanatban mindenki szír menekült lett. És a határ mentén ilyen eldobált útleveleket találtak, de halmokban. Onnantól kezdve mindenki tudta, hogy az egyetlen út, hogy bejussanak valahova, az az, hogy ő szír menekült legyen. Ugyanígy van ez velünk. Az egyetlen út, hogy bejussunk, hogyha ismerjük Istent. Ha szeretjük őt. Ő erre vágyik, nem a vallásos jó cselekedeteinkre. Még felolvasom a fejezet végét, és közben Peti, gyere! Szeretném egy kicsit személyesre venni majd az óra végét, hogy reagáljunk erre személyesen, ne csak így meghallgassuk, hogy igen, van a gyökérkezelés, a megtérés, ki lehet bújni ez alól, ha másokra mutogatok, ha halogatom, ha vallásos vagyok, ha másokkal foglalkozok, és nem a saját életemmel. De akarom, hogy reagáljunk erre személyesen Istennek. Ezt írja a 31. verstől. Még abban az órában néhány farizeus ment oda hozzá, és így szóltak, menj, távozz el innen, mert Herodes meg akar ölni. Ő ezt mondta nekik, menjetek, és mondjátok meg annak a rókának. Íme én ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnak bevégzem a küldetésemet. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert nem veszhet el proféta Jeruzsálemen kívül. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni a gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit a szárnyai alá, de ti nem akartátok. Íme elhagyottá lesz a házatok, de mondom nektek, nem láttok addig engem, amíg el nem jön az idő, amikor ezt mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Hamarosan arra foglak titeket hívni, hogy válaszoljunk erre személyesen Istennek, erre az üzenetre. De legyen ez a kép a fejetekben, amiről itt Jézus beszél. Hogy ő össze akar gyűjteni minket is, mint a kotlós a csibéi. Milyen szép kép. Mi van egy csibének a kotlós szárnya alatt? Békesség, biztonság, boldogság. Az élet értelme egy csibének a kotlós szárnyai alatt. És azt mondja, hogy őket is össze akarta gyűjteni, de nem akarták. A kérdésem ma ez, és erre válaszoljunk Istennek, hogy te akarod-e? Mert ha akarod, akkor térj meg. Akár először az életedbe, akár bármit, amit most majd, ahogy válaszolunk Istennek, a Szentlélek megmutat benned, hogy van valami bűn az életedben, amit még nem rendeztél le. Az útja az egyetlen, hogy odamész és bocsánatot kérsz érte. Nem másokra mutogatsz. Ne halogasd. Ne másokkal foglalkozz. Ne állj meg a vallásos csodálatnál, hogy jaj, de nagyszerű ez. Hanem legyél biztos benne ma, hogy szereted Istent, és szeretnéd őt jobban megismerni. Úgyhogy szeretnék most 3 percig egy ilyen csöndes helyet adni az Isten tiszteletben. Petit kérni fogom, hogy játsszon egy ilyen zenei aláfestést. Tudom, hogy vannak, akik szeretitek ezeket a dolgokat, valakik nem tudtok mit kezdeni ezzel, hogy most 3 percig csönd van, és most itt ülünk egy teremben ennyien. Csak arra kérlek, hogy ne zavard a mellette ülőt. Hagyjunk egymásnak egy kis teret, hogy erre az üzenetre válaszoljunk Istennek személyesen. Bármit mutat meg. És utána pedig, amikor vége lesz ennek a pár percnek, akkor Zoli fog jönni, és fog minket vezetni az úrvacsorában. Úgyhogy menjünk most az Úr elé egyénileg magunkban.